Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Dobos Rita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Hulladékgazdálkodási szabályozás, péntek az első határidő. Változnak a szabályok, a borászokat is érinti az új visszaváltási rendszer. Zökkenőmentes tanév a Bonyhádi Széchenyiben, a pedagógus és a gyermek létszám is megfelelő. Jubileumot ünnepeltek Dombóváron, 30 éves a nyugdíjas egyesület. Tájékoztató fórumot szervezett a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a nyáron bevezetett új hulladékgazdálkodási szabályozásról tartottak előadásokat. A kiterjesztett gyártói felelősségi, azaz EPR rendszer keretében a jövőben egyes termékek hulladékkezelési költségeit a gyártók, termelők fizetik majd. Az EPR adatszolgáltatás első alkalommal e hét pénteken esedékes. 2023. július 1-től vezették be a hulladékgazdálkodásra vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert, rövidített angol nevén az EPR-t. E hét péntekig kötelező elkészíteni az első bevallást. Sokan még mindig nincsenek tisztában ennek a részleteivel, ezért a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, továbbá a vármegye mérnöki kamarája tájékoztató jellegű előadásokat szervezett. Balogné Gál Zsófia, a Tolna vármegyei mérnöki kamara környezetvédelmi szakcsoportjának elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a szabályozás elsősorban kiket érint. Ez minden céget érint. Tehát az az igazság, hogy bármely termelő cég, tehát leszámítva azokat a kis egyéni vállalkozásokat, akik szolgáltatást végeznek, és otthonról, az irodájukból, vagy hát a lakásból végzik a munkájukat, őket nem érinti, ők maradnak ugyanúgy simán a közszolgáltatásnál. Mindenki mást viszont valamilyen formában szinte biztos, hogy érint az EPR, legyen az akár csak egy kereskedő cég, vagy legyen egy bármilyen termelő cég. Az újítás lényege, hogy egyes termékek körforgásos hulladékkezelésének költségeiért a gyártók, termelők a felelősek. Ennek megfelelően a nyár második hónapjától kezdve a MOL hulladékgazdálkodási ZRT szervezi meg a kiterjesztett gyártói felelősség alá tartozó kötelezettségeket a vállalkozók felé. Baka György, a Zöld Társ Alapítvány elnöke külön kiemelte, hogy ezzel a változtatással nincs vége, a jövőben újabb szabályozások lépnek életbe. A vállalkozások ne nyugodjanak meg teljes mértékben, ezért 2024. január 1-től bevezetésre kerül a kötelező visszaváltási rendszer is, amely a 0,1 liter és 3 liter közötti forgalombozott tejtermék kivételével az összes italt, üdítő, alkoholitalt, stb. Annak a csomagolását is érinti. Tehát rendkívül izgalmas hulladékos történésekre van kilátás a következő egy-két évben. Az első adatszolgáltatás határideje október 20-a, majd a cégeknek minden negyedévet követő hónap 20-áig kötelező lesz az EPR bevallást elkészíteni. Október 18-ától kötelező a maszkviselés a Szekszárdi Kórház rendelőintézetében, a szakrendeléseken és az ambulanciákon, olvasható a Tolna vármegyei Balassa János Kórház hivatalos oldalán. Az intézkedésre az akut légúti tünetekkel orvoshoz fordulók számának növekedése miatt volt szükség. Az előírás a rendelőintézet és az intézmény vizsgálóiban és a várakozó, valamint közlekedő terekben a betegekre és kísérőikre egyaránt vonatkozik. Az intézkedés visszavonásig érvényes. Október 18-ától december 3-áig tart a Látni és Látszani elnevezésű közlekedésbiztonsági akció, amelyet az Országos Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága szervez. Az őszi időszak jellemzője a későbbi napkelte és az egyre korábbi sötétedés, a nyárinál kedvezőtlenebb időjárási viszonyok, amelyek együtt rontják a biztonságos közúti közlekedés feltételeit. Az akció célja, hogy világossá váljon a balesetmegelőzés
területén a szereplőkre háruló felelősség. A vezető fizikai állapota, látása és gépjárművének műszaki kondíciója fontos alapja a biztonságos közlekedésnek. A Látni és Látszani kampány során ingyenes járműátvizsgálást, illetve szemvizsgálatot kínálnak a lakosságnak. A szolgáltatásokról a látniéslátszani.hu honlapon lehet tájékozódni, a felületen országos szerviz és optika kereső szolgáltatás is található. Új szabályokhoz kell alkalmazkodniuk a bortermelőknek 2024. január 1-től. A kötelező csomagolóanyag visszaváltási rendszer jelentősen átírja az adminisztrációt és növeli a költségeket is. 2024. január 1-ével indul el hazánkban a kötelező csomagolóanyag visszaváltási rendszer. A most megjelent részletszabályok alapján a kötelezően visszaváltási díjas termékek körébe tartozik majd minden üveg, így az ebbe a kategóriába tartozó borászati termékek csomagolása is. Ezt az EPR-t váltja föl tulajdonképpen, ami azt jelenti a piac számára, hogy nagyjából ez nekünk plusz 50 forint költség lesz minden egyes palackon, illetve most a jelenlegi álláspont szerint irtózatosan sok adminisztrációs teher, illetve várakozási idő, hogy egy-egy tételt forgalomba hozhassunk. Úgyhogy reméljük, hogy mind a kormány, illetve a MOHU ebben a tekintetben fog gondolkodni, és megpróbálja megvizsgálni azoknak a lehetőség, vagy azoknak a dolgoknak a lehetőségeit, hogy hogyan tudnák ezt számunkra borászatok számára megkönnyíteni. Ezek a változások jelentős hatást gyakorolnak a hazai borászokra, ami még inkább megnehezíti az amúgy is nehézségekkel küzdő ágazatot. A Covid utáni időkben kezdődött az a tendencia is, hogy itt az energiaárak miatt gyakorlatilag évente 20%-ot nőtt a felhasznált anyagok, kezelőanyagok, az üveg, a címke, igazából olyan szintű, szinte duplájára emelkedett az elmúlt 5-6 évben az előállítási költség, és ehhez képest a borárak valami keveset tudtak. Jó esetben 5-10% áremelést tudtunk érvényesíteni. Nyilván többet azért sem lehet, mert egyszerűen a fogyasztók pénztárcáját már nem lehet tovább feszegetni. A döntés a borászokon túl arra, amint egy 25 ezer szőlőtermelő gazdálkodóra is hatással van, akiknek bevétele erősen függ a magyar borászok hazai és exportpiacokon történő eredményességétől. Ez még csak fokozni fogja ez a komoly adminisztrációs teher, ami most ugye hát arra vár, hogy mint gyártók felelősséggel mögé álljunk. Egyébként én teljesen egyetértek nyilván az üvegváltással, tehát a környezetvédelmi szempontokat mi messze menőkig elfogadjuk, legyen szelektív, legyen visszagyűjthető, feldolgozható. Nyilván ez talán egy kicsit több időt kellett volna erre adni, egyébként több ország erre kapott felmentést, Magyarország valami miatt nem kapta ezt meg. A helyzetet némiképp segítheti, hogy Rókusfalvi Pál, a Nemzeti Bormarketingért felelős kormánybiztos irányítása mellett a Magyar Bormarketing Ügynökség hamarosan indítja a vásárlás ösztönző kampányát. Nem tapasztalható tanárhiány a Bonyhádi Széchenyi István iskolában, és a szakos ellátottság is teljes, tudtuk meg Steiner Krisztián intézményvezetőtől. Az első osztályos csoportokban az idén is a korábbi évekhez hasonló létszámmal kezdődött meg az oktatás. A Bonyhádi Széchenyi iskolában nincs tanárhiány és gyermekhiány, mondta az intézményvezető. Hozzátette, az óvodákból érkező gyermekek száma az idén sem változott. Az intézmény évek óta beiskolázási programokat és bemutatkozó napot szervez a szülők és a leendő diákok számára. Az elmúlt években szinte mindig olyan 130-133 volt a Bonyhádi óvodából jövő tankoteles gyermekek száma. Ez kiegészül a vidéki óvodákba járó gyerekekkel, olyan 29-30 szokott lenni. Az elmúlt 2-3 évben ez volt a szám, volt egy mélypont, ha jól emlékszem, akkor 2020-ban talán, amikor összesen 109 tanköteles korú gyerek volt. Az iskolát váltó diákok száma nem jelentős. Az intézmény célja minden gyermek megtartása és a fiatalok lehető legjobb szintű fejlesztése. A gyermekek mellett a pedagógusok létszámában sem volt tapasztalható hiány az idén,
mondta Steiner Krisztián József. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen egyrészt a szakos ellátottságunk az gyakorlatilag 100%-os. Minden tantárgyat olyan pedagógus tanít, akinek megfelelő végzettsége, képzettsége, sőt tapasztalata van. Tőlünk nem volt távozó pedagógus, illetve aki elhagyta az iskolát, az alapvetően magánéleti okokból tette ezt, költözés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nálunk ez a tanév zökkenőmentesen indult el. Az intézmény további kitűzése a készségek, képességek fejlesztése annak érdekében, hogy a gyermekek a mindennapi életben megállják helyüket, és képesek legyenek kibontakoztatni tehetségüket. Átalakult a használt lakóingatlanok piaca ebben az évben. Mindez az egyre szélesebb kínálattal, a bizonytalan gazdasági környezettel, a kiadások növekedésével magyarázható egy felmérés szerint. A kereslet a vármegye székhelyen és a kisebb városokban is csökkent, és a településeken is beállt egy a korábbi évekhez képest alacsonyabb szintre. Mindez hatással volt az árakra is, amelyek január óta szinte mindenütt stagnáltak. Az elemzés szerint Tolna vármegyében szeptember végén a használt lakóingatlanok átlagos négyzetméter ára 290 ezer forint volt, szemben az egy évvel korábbi 250 ezer forinttal. Az eladásra kínált lakóingatlanok átlagára pedig 26,5 millió forintnál jár az idén. Szekszárdon a kisebb lakások kerültek fölénybe, a vármegye legjelentősebb lakásválasztékát felvonultató települések közül Pakson a lakóingatlanok 51,5 milliós átlagárával kell számolni. Dombóváron, Tolnán, Bonyhádon és Dunaföldváron az átlagos négyzetméter ár 276 és 350 ezer forintra változott, a tavalyi 239-316 ezer forintról. Az elemzők szerint a gyengébb keresletnek köszönhetően kialakult új lakáspiaci egyensúly miatt az őszi hónapokban sem kell a lakások jelentős drágulásától tartania a piacra lépő vevőknek. Jubileumának alkalmából az elmúlt három évtized boldog pillanatairól és eredményeiről is megemlékezett a Dombóvári Nyugdíjas Egyesület a Városi Művelődési Házban. A színes ünnepi műsor után egy közös ebédre invitálták a tagokat. A Dombóvári Nyugdíjas Egyesület közel 140 taggal büszkélkedhet, és ez a szám csak növekszik. Minden településnek nagyon fontosak az egyesületei, hiszen az egyesületek nem csak saját magukért dolgoznak, hanem a közösségért is. Nagyon sok olyan feladatot, tevékenységet vállalnak át, ami mindenki számára fontos. Külön öröm, amikor egy olyan egyesületet köszönhetünk, ráadásul 30 éves szülinapján, amely nyugdíjasokból áll, nyugdíjasokkal foglalkozik. Közös programokat szerveznek, de az utazások mellett lehetőségük van közeli kapcsolatok kiépítésére és tehetségű bemutatására is az egyesület keretein kívül és belül is. 7 éve viszem én országosan a nyugdíjas csoportot, van egy ilyen csoportom, aki 8600 fő, és azokat mindig vittem kirándulni. Na és akkor itt a nyugdíjas klubnak a csoportjában én is, itt is 7 éve vagyok, és másfél éve választottak meg elnökké. Az egyesület tánccsoportja és énekkara több városi rendezvényen is fellép, és rengeteg más szervezettel állnak kapcsolatban. A jubileumi műsor után egy jó hangulatú ebéddel várták a résztvevőket a Művelődési Ház aulájában. Regionális híreink következnek. Demonstrálók a Pécsi közgyűlés ülésén tiltakoztak a baloldali városvezetés ellen. Ne adjuk ki személyes adatainkat, adathalászokra figyelmeztet a NAV baranyai szóvivője. Újraélesztés világnapja, hősképző kampányt indított a Vöröskereszt. Váratlan esemény szakította félbe a keddi pécsi közgyűlést, demonstrálók jelentek meg az ülésteremben. A városvezető frakció mögött sorakoztak fel, és papírlapra írt rövid üzenetekkel jelezték, mit látnak most a városban. Végül elmondták, mi az, amin szerintük változtatni kellene. Demonstrálók lepték el a pécsi közgyűlési termet kedden. A közel 20 fős, idősebb és fiatal férfi, valamint nő a baloldali koalíció mögött álltak meg és bemutatták tábláikat.
6 bűnügy, 6 nyomozás, maffia, hűtlenkezelés, szót kérünk, korrupció, hivatali visszaérés, lakásmutyi. Ezek a rövid üzenetek voltak olvashatók a papírlapokon. A demonstrálók szószólója végül elmondhatta, miért tiltakoznak. Elegünk van abból, hogy a városban lehetetlen normálisan közlekedni, mert folyamatosan a dugó, amik azért alakultak ki, hogy újra és újra fel kell bontani a nemrég elkészített utakat. Olyan utakat is, amelyek felújításáért pár évvel vagy akár csak néhány héttel korábban nagyobb is pénzeket fizetett ki a város. Elegünk van abból, hogy a tömegközlekedés is csődöt mondott, mert a sofőrök helyett a cégvezető kényelmére és a béremelésekre költötték a pénzt, amikor már nincs, aki vezesse a járatokat. Elegünk van abból, hogy tisztességes emberek ezzel várnak arra, hogy a önkormányzati bérlakáshoz jussanak, de nem jutnak, mert a legjobbakat szétosztják a csókosok között, a maradékhoz meg csak kerülpénzét cserébe lehet hozzájutni. Elegük van abból is, hogy a városházán már fél tucat ügyben folyik nyomozás, és a városnak okozott kár milliárdos értékű. Tisztességes, átlátható és Pécsért felelősséget érző városvezetést akarnak, olyat, amely képes úgy vezetni a várost, hogy Pécs ismét elfoglalhassa méltó helyét a hazai nagyvárosok sorában. Ezzel zárult a tiltakozók mondani valója. Ezután kivonultak az ülésteremből. Ma már a pécsi polgárok is érzik azt, hogy ami a városházán zajlik, az nem felel meg annak a fajta tiszta és átlátható működésnek, amelyet a 21. században egy ekkora nagyvárosban elvárnának. Pontosan ezért vázolta fel Csizmadia Péter hétfőn azt az üvegzseb rendeletet, amelyel azokat a visszaélés gyanús eseteket, amelyek kapcsán már fél tucat ügyben nyomoznak a hatóságok, ki lehetne szűrni, ki lehetne védeni a városházi politikából. Így kommentálta a Fidesz önkormányzati képviselője a történteket. Egyébként a baloldali városvezetés érdemi válasz nélkül hagyta a demonstrálók szavait. Folyamatosan próbálkoznak a csalók, hogy bizalmas adatainkat megszerezve pénzhez jussanak, ezért fontos, hogy kellő óvatossággal kezelje mindenki az idegen megkereséseket, mondja a NAV baranyai sajtóreferense. Az adóhivatal nevében például túlfizetésre hivatkozva próbálnak hasznot szerezni az adathalászok. Sajnos egyre gyakoribbak az adathalász e-mailek, SMS-ek és telefonhívások, mondja a NAV baranyai sajtóreferense. Ezért is nagyon fontos, hogy ne megszokásból, hanem odafigyelve kezeljük az elektronikus leveleinket, a rövid szöveges üzeneteket, és mielőtt felvesszük a telefont, nézzük meg alaposan a hívófél számát. A csalók bizalmas adatokat akarnak megszerezni, amiből hasznuk lehet, mondja a sajtóreferens. Elsősorban bankkártya adatokat vagy bankszámla adatokat kérnek a csalók, de előfordult már olyan is, hogy ügyfélkapu bejelentkezési adatokat, illetve személyes adatokat próbáltak az adathalászok megszerezni. Formai hibák alapján akár első olvasásra is gyanús lehet egy-egy üzenet, levél. Ezekre az e-mailekre, SMS-ekre az jellemző, hogy tele vannak magyartalan megfogalmazásokkal, helyesírási hibákkal, tegező megszólítással. Ezekben a levelekben, SMS-ekben gyakran egy link is szerepel, amelyre rákattintva kérik az adathalászok a személyes adatokat és a bankkártya adatokat. Már ez az ügyintézési mód is utal a csalókra, ezért nem szabad megadni a kért adatokat. Az adóhivatal más formában keresi meg ügyfeleit. Általánosan elmondható, hogy oda kell figyelni arra, hogy kinek adjuk meg a személyes adatainkat. A hivatal kapcsolattartása az ügyfelekkel merőben eltér ettől az adathalászati módszertől. A hivatal kizárólag ügyfélkapunk keresztül, vagy pedig postai úton, az adószámla kivonaton tájékoztatja az ügyfeleit arról, hogy túlfizetése van az adószámlán. Nem szabad elhinni, hogy a bankszámla adatok megadása után pénzt kaphatnak vissza az érintettek a túlfizetés miatt. Valójában túlfizetést csak a megfelelő nyomtatványon lehet visszaigényelni. Ez pedig a hivatal honlapján a www.nav.gov.hu címen érhető el. A NAV soha semmilyen körülmények között nem kér bankkártya adatokat, emelte ki a sajtóreferens.
A Magyar Vöröskereszt idei évi hősképző kampányának szeptemberi első hónapja alatt 76 rendezvényen több mint 9000-en sajátíthatták el az alapvető elsősegélynyújtó ismereteket. Októberben pedig az Újraélesztés Világnapja alkalmából számos hősképző rendezvény várja az érdeklődőket országszerte. Heves vármegyében például középiskolások és egyetemisták közösen hívják fel a figyelmet az életmentő ismeretek fontosságára. Az újraélesztést mutatja be a Bábun a megyei Vöröskereszt munkatársa. A nemzetközi szervezet vezetője azt mondja, szeretnék megtanítani minél több embernek ezt a technikát, ezért indították el a hősképző kampányukat. Jogosítvány megszerzéséhez szükséges információkat. Ennek ugye az alapfeltétele a bemenő kérdése, hogy az újraélesztést el tudja végezni az adott vizsgázó. A szervezet vezetője szerint éves szinten több mint 20 ezer ember veszti életét hirtelen szívhalál következtében. Ennek a fele elkerülhető lett volna, ha a laikusok időben megkezdik az újraélesztést. Erre próbálták meg felhívni a lakosság figyelmét. Jogosítvány megszerzéséhez szükséges tudást, azt a mi általunk szervezett tanfolyamokon meg lehet szerezni, de ugyanígy például üzemi elsősegélynyújtó képzéseket is tartunk igény esetén cégek részére. A Vöröskereszt minden érdeklődőnek, sőt a fiatalság számára is szervez elsősegélynyújtó versenyeket. Jó példaként említhető Heves vármegye, ahol több ezer fiatal bevonásával idén is megszervezték az országos újraélesztő versenyt. Mindig ugye szeptember második hétvégén rendezzük meg az országos elsősegélynyújtó versenyt, ami ugye felmenő rendszerű, tehát az azt jelenti, hogy április-májusban minden megyébe területi és a megyei versenyek meghirdetésre kerülnek, és ott pedig ugye három kategóriába, gyermek, ifjúsági vagy felnőtt kategóriába tudnak versenyezni az ötfős csapatok, és az ott megszerzett tudással aztán mennek tovább az országos versenyre, és ott is őnekik is ugye nem csak a kötözésfajták, a betegségek, vagy azoknak az ellátása, vagy a sebek ellátása a fontos, hanem tényleg olyan információkat kapnak meg, ami aztán az önálló életvezetéshez is szükséges, vagy ahhoz, hogy tényleg oda merjenek lépni, hogyha valaki bajba kerül az utcán. A Magyar Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei azért dolgoznak partnerszervezeteikkel közösen, hogy minél többen merjenek segíteni, és tovább növekedjen a laikusok által megkezdett sikeres újraélesztések száma. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Hulladékgazdálkodási szabályozás, péntek az első határidő. Változnak a szabályok, a borászokat is érinti az új visszaváltási rendszer. Zökkenőmentes tanév a Bonyhádi Széchenyiben, a pedagógus és a gyermek létszám is megfelelő. Jubileumot ünnepeltek Dombóváron, 30 éves a nyugdíjas egyesület. Csütörtöktől napokon keresztül egy ciklon határozza meg térségünk időjárását. Élénk déli széllel meleg levegő áramlik térségünkbe, majd a ciklon mögött már a hideg légtömeg is jelen lehet. Napközben többnyire felhős lesz az ég, délelőtt inkább csak szitálás, gyenge szemerkélés fordul elő, majd délután már átmeneti intenzívebb záporeső is kialakulhat. Estétől felerősödik a déli szél, ami az éjszaka folyamán is erős marad. Szokatlanul enyhe lesz majd a péntek hajnal. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!